kezemben van rulám, lábámba lángot ne kelljen, korán az ágyam helemen. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hideg szíjjel merüljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
és azt hagyd is ekedjek el hozzá. Volt nekünk egy értelmető tűzgyújtásunk itt a közösséghez tűzszakú helyén, február végén, március végén. A keningitár fogadta a műsort, és 7600-an tekintették meg a Facebookon, meg élőben közvetítettük, úgyhogy le a kalappal előttük, és önök előtt is, hogy elfogadták a mai rendezvényre meghívásunkat. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és ugye mindennek van egy története, hogy hogy kerül egy program a Nemzetközi Közösségi Házba. És talán visszanyúlok egy kicsit, de nem fogom elmesélni az életemet 1978-ig, amikor én Zánkán az úttörő táborban voltam, ami középiskolásként épp a harmadikat elvégeztük, és akkor ott voltunk ilyen, hát társadalmi munkát végeztünk a konyhán, majd egy hét átmentünk egy építő táborba, és ez volt hétfőn, szerdán be volt harangozva, hogy Díny és József jön műsort adni, minden este volt van egy kultúrprogram, vagy filmvetítés, és akkor természetesen mi is mentünk a Magyar Bobdilent meghallgatni, és ugye bármilyen szakmákra nézünk, az látszik bárkiről, legyen az orvos, népművelő, ápoló, tanár, vagy épp polgít énekes, hogy mennyire tiszta szívvel, mennyire őszintén adja át a műsort, és adja át mondani valót, és ez Díny és József volna akkor állókodott. Úgyhogy amikor én ilyen második Sándor, akivel évek, hosszú évtizedek óta ismerjük egymást, először megkeresett 3 éve, és meginvitált a fához, az emlékfához, hogy szeretettel látok, hogy teljesen elmentem. Majd egy évvel ezelőtt, hogyha mégis esne az eső, ugye ez most kicsit abszurdul hangzik, de ha mégis esne az eső, akkor bejöhetnének a közösségházba, azt, hogy mondtam, hogy természetesen. Most pedig azzal, hogy csináljuk közösen ezt a programot, és erre is azt mondtam, hogy természetesen, mert egyrészt azt gondolom, hogy végtelenül példaértékű az, amit most annyit csinálunk, végtelenül példaértékű, hogy mi is megérdemelnek tapsot most. Pedig azt gondolom, hogy a színvonalas műsorral, amit itt majd fogunk hallani, egy olyan emberre emlékezünk, akire érdemes emlékezni, és nem véletlenül választottuk ezt a mottót, ami itt olvasható, illetve a pódium mögött, amit Dínyésőben magáról mondott, hogy költő között zenész, zenészek között költő vagyok, népem egyharmada a szülétőgétől megfosztottan, más népek felhatósága alatt él, önmagam veszteném el, a világnézést képviselném, és elvetném, és elfutnék nemzeti hagyományaim elől. Most ez a hazaszeretetnek az egyik legszebb mondatait hallottuk, mert hogy tudjuk, hogy ő ezt a bizonyos határtalanul, amiről szó volt a emlékfánál, ezt ő életen keresztül folytatta. A másért nem, ezért is megérdemli azt, hogy tisztelegünk előtte. Köszönöm figyelmüket, és akkor harangozom, hogy mivel következik a nyugodban. Köszönöm szépen, kedves barátaim! Jó, hogy itt a hűvösben beszélhetek, és megpróbálok rövid lenni, annál is inkább előre bocsátva majd a néhány szó utáni távozásom okát, hogy szerintem a lányom olyan negyed órája vár a vasútállomáson, olyan 6-6 és fél óra utazás után, hogy vigyem haza, amit így is. Úgyhogy elnézést kérek, nagyon szívesen itt lennék, de nagyon fontosnak érzem, hogy beszélhetek egy kicsit Jóskáról, és talán elmondok önöknek egy olyan dolgot, amit mindnyájan tudunk, de talán nem fogalmazódott meg verbálisan vagy írásban. Díny és Jóskáról itt elhangzott, hogy polgít énekes, hogy versek megzenésítője. Nagyon sok mindent mondunk róla. Egy dolgot nagyon ritkán, hogy a 20. század második felének magyar költészetéből Díny és Jóska állította össze a legismertebb antológiát. Akármerre jár az ember a Kárpát-medencében, egy-egy Radkó verset, egy-egy Bári Fábián László verset, egy-egy Kányádi verset, tudnak a fiatalok, tudnak a középkorúak, tudnak a régebben fiatalok, mint mi is vagyunk, többségünk. Ezt Jóska jelenlétében beszéltük egyszer meg,
egy nagyon jeles helyen, Arad városában, Jóskában egyébként teljesen szervezés nélkül, tökéletesen váratlanul, nagyjából mindent lehetett találkozni, Gyimes felsőoktól Aradig, Szamosújvártól Lévár. Tehát az ember csak arra jár, és bement, hogy igyon egy sört, akkor Jóska már kikérte. Tehát engedjék meg, hogy egy számomra életet meghatározó verset mondjak el, és annak a személyes történetét, és azt, hogy ezt a verset tudom, azt Jóskának köszönhetem, hogy fejből tudom. 1983-ban vagy 84-ben, akik ismernek meg járnak előadásaimra, ezt a történetet már unásig tudják, ugyanis amikor ezelőtt vagy 11 néhány évvel a fiam olyan 13-14 éves volt, mindig cipeltem magammal az előadásainkat, és Imi egyszer hazafele azt mondta, hogy ha te, neked könnyű, mert egy verset ismersz, és azok közül választasz. Na, ez nem igaz, több verset is ismerek, de ezt a verset nagyon fontosnak tartom, és hadd mondjam el a történetét. Brassóból érkeztem, Csík felől érkező vonattal, egyedül voltam, 17-18 évesen, amikor is ékes román nyelven bemondták a vasútállomáson, hogy a Balkorient Express, ami Csabára hozna, az 8 órát késik. Most ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy jó lenne valamit olvasni valamit. Vagy legalábbis akkor még elgondolkodtam, mert láttam olvasni. De elmentem a újságos tanthoz, egy hatalmas tant volt, és egyetlen egy magyar újság volt rajta, de az legalább ekkora volt. Viszont ellensúlyozta a méretét, hogy ekkora Ceausescu tép volt a borító. A második oldal az érdekes, mert ott volt ez a vers. Máig nem bírom fölfogni, hogy hogy kerülhetett oda, korunk egyik legfontosabb kulcsverse, hogy ment át az akkori nagyon kemény szűrőkön. Aztán ennek utána néztem, és ha van másfél percet, akkor elmondom. A vers címe az, hogy Lázár Mihály üzenete. Most kettő Lázár Mihály van volt. Az egyik egy 48-as honvéd, akit Kufsteini börtönre ítéltek. Az egyik barátom küldött egy fényképet, hogy ezen a rácson keresztül nézi Lázár Mihály a világot, mert kiderítette történész az illető, hogy melyik cellába ült ez a szegény háromszéki születési magyar honvéd fogolyként Kufsteinben. De volt egy másik székely Lázár Mihály is, ugyanarról a környékről származott. Ő talán azt hiszem, hogy a magyar történelem egyik példája lehetne, és kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk. Szegényt elviszik az első világháborúba, orosz fronton fogságba esik, lehúz több évet fogságban, majd kommunista lesz, mint a magyar foglyok 60-70%-a, és beáll a Vörös Hadseregbe. Na vége van a polgárháborúnak, 24-ben hazajönne, de az, ahonnan ő elment, már nem Magyarország. Visszamegy Sepsiszentgyörgybe, és próbál kommunista lenni, bár szerintem szegény nem tudta még pontosan, hogy mi a kommunizmus, de próbálta a számára akkor követhetőnek és jónak tartott elveket követni, ezért úgy minden héten kétszer megverték a román semmit. Viszont jött a kicsi magyar világ, a magyar semmiről örömmel. Most áll egy kis szobra eldugott helyen, mert ugye most se divatos az az eszme, amit ő követett. Na most nem tudjuk, hogy melyik Lázár Mihályról van szó. Én gyanítom, hogy a másodiknak gondoltak a cenzorok, amikor ezt a verset átengedték. Most előtte elmondom, hogy a vers után ne kelljen beszélnem, hogy ezt a verset a vonaton elolvastam, mivel a vonat nem csak 8 órát késett, de másfél órát még amúgy is késve ért a Békés Csabára, így volt idő, hogy elolvasta az egész újságot oda-vissza. Ezt a verset sokszor elolvastam ott. Eltelt néhány év, amikor Jóska egyik műsorában, Debrecenben, akkor Kátai Zolival járt, éppen járta az országot, ezt a verset ketten szépen énekelték, gitározták. És én aztán azt hiszem nevezem is megjelent, és annyira szerettem, meg sokat jártam Jóska hangversenyeire, koncertjeire, hogy megtanultam, de az ének miatt tanultam meg. De most önöket megkímélni attól, hogy elénekeljen, vannak itt kiváló hangú emberek, mert akkor őket már nem hallgathatnák önön elmenekülnének. Viszont ezt a verset azóta, ha tehetem minden előadásomon, minden fórumon, ha esetleg olyan rádióműsor van, ahol eltűnik, hogy elmondjam, elmondom, mert azt hiszem, hogy korunk kulcsverse.
és Dinnyi és Jóska ehhez értett, én azt hiszem, hogy nem is annyira a tudatával és az elméjével, hanem sokkal inkább a szívével, hogy az ilyen kulcsokat kiválaszza számunkra, amik adott esetben egy életen keresztül elkísérnek bennünket. Úgyhogy fogadják szeretettel ezt a három széken született verset, amelynek a szerzője egy rövid ideig, aztán Románia kulturális minisztere is volt a fordulom alatt után, csak néhány hétig, és mindig úgy mondtam, hogy egy mai élő költő 4-5 évvel ezelőtt szegény meghalt, Sepsi Szent Györgyön ott is temették el, hogy hallgassák meg Lázár Mihály Zöld a című verse. A rásokon túl, én föl kell a nap. Apró zajokkal jön a reggel. Fényt iszik ott túl falakon, fényt iszik a szomjas ember, fényt iszik az, ki fényre szomjas, lelkét csordult itt teletölti. Aki így italval oltja szomját, tán sosem lehet azt megölni, hisz oly szabad, oly sérthetetlen, mint az éjben suranó madár. Ki napba néz, s arra nem figyelhet, hogy körül mi kihornya áll, hogy mi szeszekkel, szédülettel hajtják a népet ronda táncot. Hisz összezúzzák, ki nem táncol, de belerokkan, aki járja. Ha felkér a ma, újra reggel, rácsok a tolvasz ragyogása, a kint rejtsd el mélyre egyetlen hóhér meg ne lássa, s hát ne sziszegj a körülötték. Akkor se szólj, ha megölve. Lelkünk csordultik telefénnyel, és ez elég lesz tudni. Köszönöm szépen. Hála Isten, hogy nincs egyedül Jóska, nagyon sokan eljöttek, és közöttük is az önözően külön Dinnyi és Jóska feleségét, az övegyét, Bögrét, aki itt van hátul, a hátsó sorban köszönöm szépen, hogy eljött egy Dinnyi Ágnes, akinek nagyon is köszönjük. Ez a pandami, hogy létrehetőszer ő most már a harmadik éve támogatja az egyesületét. Köszönöm, Ágnes, és nagyon-nagyon jó egészséget nektek, és tovább. Nagyon-nagyon röviden szeretném azt az 50 évet elmesélni, hogy összeköt bennünket. Éppen egészen pontosan 1973. március 14-én találkoztam igazából egészen közelről Dinnyi és Jóskával, a Vásárhelyi Kollégiumban, Budapesten, Műszaki Egyetem Kollégiumában. Ennek azért van jelentősége, mert akkor az első, a legelső olyan esemény, amit 15-én, amit már nyilvánosan is elmert ismerni az akkori hatalom, hogy bizony letartóztattak egy 40 embert, és közöttük néhány egyetemista jó barátomat is elvittek, mindössze azért, mert letett egy szárgi ágot, mint ahogy mi is letettünk most, csak nem így Békés Csabának Budapesten a Petőfi szobornál. Hát ezek az emlékek aztán nagyon összegyűztek bennünket, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül jártuk az országot, néha velem ment ki Erdélyben, néha pedig itt Békés megyében tartott koncerteket, előadásokat. De egy mindig közös volt ezekben a találkozásokban, hogy általában ez Békés Csabán, akárhol lakunk, ott fejeződőben állunk, és hanem tartjuk abba reggel 4 óráig, 5 óráig ezeket a beszélgetéseket. És az első mindig az volt, hogy várjatok még mielőtt bármi történik, fölhívom Bögrét, hogy itt vagyok. No, itt volt mindig, tehát most tudom tanúsítani, hogy nem máshonnan telefonált Jóska, hanem onnan lakásunkból. Egy más kérdés, hogy épp a teraszon ültünk, és éppen pálinkát ittunk, vagy más. De egy biztos, hogy nagyon-nagyon sok fűz bennünket össze. Így történt az is, amit már a falat elmeséltem, csupán azok kedvéért, meg akik most itt vannak és oda nem jöttek el, hogy ennek a falnak a története a következő, ugye egy ilyen találkozás után a szalonosütés közepette Dinnyi és Jóska barátom megpillantott egy ekkornak is temetét a tűztérbe, és azt mondta, hogy ennek a falnak még szán egy kis
életet, beletette egy virágcserébe, megkérte nejemet, hogy tegyen egy kis virágföldet hozzá, bocsolja meg, hiszen majd történik valami ezt itt. Éppen 12 esztendővel ezelőtt volt. Nagyon sok viszontagság után, de a fa megmaradt, igazolván azt, hogy nem csak a fa, hanem az Jóska szellemisége is most már ebben a fában, emlékfával avanzsált, hiszen 2 évvel ezelőtt üdöntöttünk, hogy ha ez már ilyen szépen megmaradt és ilyen szépen őrzi az ő emlékét, maradjunk mi is üvek azokhoz az eszmény, gondolibok között Jóska is belénk plántált, legalábbis nagyon sokkal. Amit hallottunk, ez a pár gondolat pedig azért fűzött össze még szorosabban bennünket. 2018-ban Békés Csaba újratelepítésének a 300. évfordulóját ünnepeltük. Bizonyára sokan tudják, hogy ez egy nagyvárosi rendezvény volt. Hála Istennek a Békés Csabai hagyományozó kulturális környezet. Azért kell végig mondani, hogy a rögzögnyitva gondolat, hogy mi vagyunk azok, akik ezt akkoran föltaroltuk, és egy barátunk, egy költagunk, Bagi László hívják, írt egy verset, egy elbeszélő költeményt, Csaba legendája címmel. Ez a város vezetésének, kulturális vezetésének a kérésén történt, és tulajdonképpen annyira megtetszett ez a költemény, hogy én március lehetett, elküldtem, fölhívtam Jóskát és elküldtem a kéziratot, utalik, hogy Jóska próbálja valamit kezdeni. Szerintem, mint minden jó versben, ugye, megerősítetek benne, benne van a zene. Nem kell különösebben kitalálni, benne van, csak életre kell hívni benne, meg kell csinálni az akkordokat hozzá, és el kell tudni utána muzsikálni, énekelni. Éjfél előtt néhány percen hívott Jóska, most akkor ezt hívják meg, megvan a dalva. Ez egy nap lefogásolt történt, ezt a dalot hallottátok, hallották most. Hozzátéve azt, hogy ez akár Békés Csaba, Csaba himnusza is lehetne, én úgy gondolom.